Sziasztok! Nagyon sokan kérték, hogy vegyek egy olyan vlog videót föl, amivel bemutatom az egy ilyen egész napomat. Ezt nagyon jól elmondtam. Szóval, hogy bemutatom úgymond, hogy milyen nekem ugye itthon, mivel én magántanuló vagyok, hogy mit csinálok, vagy hogy csinálom, meg ilyesmi. Úgyhogy gondolkodtam ezen, és úgy döntöttem, hogy jó, akkor vegyük föl. Igazából semmi érdekeset nem szoktam csinálni, de akkor megmutatom, mert titeket ez érdekel. Szia, Kusi! Olyan hangosan dorombol, gyerekek! Cseva! Ja! Itt cuki! Amúgy azt úgy észrevettétek, ugye, hogy az itthoni szexi öltözetem megvan. Jézusom, hogy áll hátul a haja? Mint valami, nem tudom. Aki most ébredt, és valami zombi. Körülbelül olyan hajam van. Na mindegy. Mondtátok, és hogy kérdeztétek, hogy lesz-e room tour. Ugott, milyen kupival. Lesz room tour videóm is, de még nem most. Most amúgy szinte majdnem beláttatok az egész szobámat. Na mindegy, de hogy nem most lesz room tour videó, mert hogy még sok mindent szeretnék a szobámba betenni, meg alakítgatni, úgyhogy majd, hogyha úgymond teljesen kész lesz, akkor fogok csinálni room tour videót. Itt van a szent helyem. Minden egyéb cucc, és ez itt, mi ez? Grapefruit csepp. 15 darab grapefruit csepp van benne. Írtózatosan keserű és borzalmas. De muszáj meginnom, mert hogy elkezdett fájni a torkom, és elkezdtem betegeskedni, úgyhogy Jézusom, úgyhogy muszáj meginnom. Megcsinálom. Előttetek. Megiszom. A szaga is borzalmas. Anya, ha ezt a videót látod, szerettelek is. Mindenkit szerettem, akivel beszélgettem az évek során. Szerintem, aki már szedett ilyen grapefruit cseppes ízét, az tudja, hogy milyen borzalmas. De jó, jó, jóra kell lennem májusóra, mert most ugye lesz majd májusó, és nem szabad, hogy beteg legyek, úgyhogy muszáj. Mindjárt lemerülöm úgy a kamerám. Be kéne keresnem a töltőjét. Ízét tanulok most, kémiát. Tegnap kezdtem el, és a kovalens kötésnél tartok, és 100. oldalig el kell mennem, és most a 49-en tartok, és Anett tancsás füzetekbe szoktam leírni a dolgaim. Szóval látjátok? Itt van minden egyéb dolog, amit így megtanultam. És hát, ha megtanultam, szóval elég vicces. Ezt tegnap rajzoltam. Ez nem tudom mi, ez egy csótány, aki sír, mert hogy a kovalens kötést kell megtanulnia. Most van dél, amúgy 9-kor keltem fel, és arra keltem, hogy anya hívott, aztán ja, és na, te huncut, úgyhogy ja, dél van. Még már üvegfóliát is kell cserélnem, mert nézzétek, nagyon ilyen ratyi, már bomlik le, úgyhogy ja. Na, feltettem töltőre a VS kamerám. Közben nézzétek csak, mit szereztem. Üvegfóliát. Hát igen. Végre! Úgyhogy majd ezt is rátesszük. Bár lehet nem nekem kéne. Mert elrontó. Néha amúgy elgondolkodok így tanulás közben, hogy nem tudom, mit akartam mondani. Ez a kis huncut itt van. Csá! Jössz tanulni kémiát? Vagy neked se pártod a kovalens kötés? A közös elektronpárral kialakított kapcsolat a kovalens kötés. Közös elektronpárral kialakított kapcsolat a kovalens kötés. Már tudom. Na, Husi, most te jössz. Mi a kovalens kötés? Jó, hagylak. Csak egy macska vagy. Ott vagyok a tükörből hátul. Ó, látjátok az izmom? Azért az már. Na jó, Polla, tanuljál már! Na csak 2 évig kell kémiát tanulnom. Úgyhogy király! Remélem nem nézi meg a kémia tanárom. Csak alam. Muszáj megtanulni. Amúgy nézem a fejemet is így. Olyan fura.
Olyan kis aranyosnak tűnök pedig, nem is vagyok az. Hát én se leszek valami kémia zseni. De nem vagyok buta. Szóval, ha bárki lebutáz engem, az nem ismer. Mert amúgy tényleg nem vagyok buta, mindenkinek van egy tantárgy, vagy kettő-három, ami nehezebben megy, mint a többi. Nekem például a kémia az egyik tantárgya, ami nehezen megy, meg a fizika és a matematika. Ez a három tantárgy. Ami sokkal nehezebben megy, nehezebben ragadnak meg a dolgok a fejemben, mint mondjuk egy történelem, biológia, magyar nyelvtan, meg ilyesmi. Jaj, közben én már megtanultam a magyart, vagyis hát a beszéd folyamatát, meg a mássalhangzó képzését, aztán még van a magánhangzó képzése, de most ebédszünetet tartok, és hát nem éppen ebéd, de csináltam magamnak tojásrántottát, ilyen sonkával meg sajtal. Úgyhogy ezt teszek, meg utána tiramisút szerintem, nem tudom, fő az egészség. Aztán most, amíg szünetelek, addig nézek valami videót, vagy valami, és úgy, ja. Olyan finom. Valami főző ízét fogok csinálni, mert így teljesen úgy néz ki valami főző csatornából valami videóanyag. Jézusom, gyerekek! Előbb nézek videót, és így ilyen fura hangot hallok, és így nem a videóba, így rájöttem utána, és így nézek össze-vissza, hogy mi ez a hang, aztán rájöttem, basszus, várjatok, hogy igen, ott vannak a cuccaim, meg ott a madvaim, madvém, jól van tudni, hogy ez a fura hang a húsi. Szervusz. Így dorombolt. Én meg megijedtem, hogy mi ez a hang. Olyan brutál hangosan tudsz darombolni, Jézusom. Most nézem, hogy még mindig töltésem van a kamerám, meg nő egy pattanás. No! Na mindegy. Majd eltűnik. És lehet, hogy ma feltöltött, csak kihúzom akkor, mert most szeretnék járkálni, mert ki kell vinnem a cuccaimat. A... Mik ezek? Tányér. Ugye én nem szeretem a tiramisút, de ez, amit most ettem, az finom volt. Elég kupis a konyhú, úgyhogy annyi sok mindent nem akarok nem akarok belőle mutatni, ha nem probléma. Csak úgy fölkötöttem a haja, mindig így hordom, amikor itthon vagyok, és így egyedül. És nem csinálok semmit, vagyis hát úgy értem, hogy nem megyek sehova, akkor mindig csak így random felkötöm. Úgyhogy ezt nézzétek el tőlem. Ott vagyok. A fény. Sziasztok, én Laki vagyok, és itt van velem Gábor. Amúgy én ezeket a FIFA videókat majdnem mindegyik youtubertől megnézem. Szóval bárki csinál FIFA videót, én azt megnézem, mert nagyon szeretem nézni, meg így tökre én is így bennem, mintha én is játszanék, így izgulok meg minden, aztán gondoltam, hogy majd megveszem a FIFA-t. De még nem jutott arra sor. Egyedül vagyok itthon. És ilyenkor most megtudjátok, hogy milyen, mikor Polla egyedül van itthon. Nagyon meggyagyulok, úgyhogy ja, most nézzünk FIFA-t. Lucky-tól. Közben kéne tanulni is. Mert már lejárt a szünetem, úgyhogy folytatom tovább a nyelvtant, meg ilyenek. És utána, miután megtanultam, jelentkezek.
ami nálatok egy ilyen vágás lesz, de nekem több óra, úgyhogy hehe. Amúgy igazából nem nagyon szoktam így, nem nagyon szoktam így magyar youtubereket nézni, meg úgy szinte annyira nem is szoktam így nézni, de vannak olyan pillanatok, mikor így leülök, és akkor mondjuk ebédszünetet tartok, vagy egy órás szünetet, akkor így meg szoktam őket nézni, hogy mit csinálnak, és akkor így most is így Maris videóját néztem, és állandóan egyetlen egy videót nézek meg, vagy 8 milliószor, az a kukuszdió videója, amikor nem tudja kinyitni azt a kukuszdiót, úgyhogy Maris, ha nézed ezt a videót, állat jó lett. Annyira poén, én nagyon bírom azt a videót, és én nem tudom már, szinte 8 milliószor megnéztem, és mindig, mikor Marisra kattintok, az egyik videója ez, amit így megnézek. Aztán kit szoktam még, Lakit szoktam ugye nézni, ugye fifás videók, Anfieldnak a fifás videóit, meg ugye Istinek is szoktam nézni a videóit, amikor így nagyban magyaráz, és így meséli a dolgokat, azt is nagyon imádom. Kiket szoktam még így meglesni? A KD csapatot is néha meglesem, bár őket inkább Anett nézi. Én még mit szoktam? Doggy Andinak is rá szoktam kukkantani a csatornájára. Meg, ja igen, Plaura videóit is végignéztem. Például tegnap Plaura maraton tartottam. Plaura! Nem Plaura, Plaura, mert ezt tegnap mondta, hogy nem Plé. Nem Plaura, hanem Plaura. Úgyhogy ja. Aztán nem tudom, így ennyi. Így néha átfutom. De nem is mindig nézem végig a videókat. Szóval, igen. Mariskám, növölj meg, de ez a kép, ez a pillanat annyira gyönyörű. Ops! Majdnem levittem a kamerámnak azért. Na, én viszont nagyon szomjas lettem, mert ma még nem is ittam. Mármint nem alkoholt, bár az se, hanem izét. Vizet, meg kávéztam reggel. De nem ittam semmit. Itt vannak izé hűtőmágnesek, anya utálja a hűtőmágnes, de amúgy ezt itt, ezt én csináltam még régen. Ezt pedig mikor kim voltam Angliába vettem. Közben rájöttem, hogy megitták a kólámat. Pedig direkt félretettem körülbelül egy pohárral, és hát ugye annyi volt a flakonba egy pohárnyi, hogy majd én megiszom. De nem, megitták. Megitták a kólámat, úgyhogy nem tudok kólát inni, pedig annyira így bennem volt, hogy megiszom, úgyhogy majd kérnem kell anyáikat, hogy vegyenek. Bár amúgy nagyon ritkán kólázok, szóval amikor tényleg így nagyon fáradt vagyok, és alig bírok koncentrálni, akkor szoktam, de amúgy nem rendszerességem a kóla. Szóval annyira nem a szívem csücske, de azért szoktam. Mikor ilyen van, így havonta egyszer körülbelül. Mostanában megkívántam, tegnap óta megkívántam. És nekem kell. És tegnap majdnem megittem az egészet, basszus. Durva volt. Úgyhogy anya, hoz nekem kólát, léci. Marad a víz addig, a víz a legjobb amúgy. Mindig azt hiszok, spáros vizet. Hát ezt nem hiszem el, bárhogy spáros víz sincs. Egyik dolog sincs. Amit én ittam volna. Ezért a Spárnak minimum egy szponzoráció felkereséssel írniuk kell, hogy bemutattam. Ha, az üveget. El van. Kaptunk egy ilyet, a postaládában volt. Ha szüksége van bútorra, fürdőszoba bútorra, vagy épített szekrényre, most megrendelheti. Amit ajánlunk, alacsony ár, rugalmasság, több mint 100 féle szín minőségi vasalatok és rövid határidő. A felmérés, tervezés és árajánlat ingyenes. Próbálja ki árainkat. Nem. Amúgy igazából tök durva, mert ez a legelső ilyen random vlogom. Szóval még nem csináltam ilyet, még Anett tancsára se. Úgyhogy, ja, már megint ott vagyok. Úgyhogy tök durva. Mert így soha nem csináltam, és olyan furi. És fel van kapcsolva a villanyom, pedig tök világos van, várjatok? Jó, azért annyira nem, de...
De el kéne húzom azt a függönyöm, ami így tökre így bevilágít, és így lelelele. Ha elhúzom azt a függönyöm, akkor világos lenne. Meg kell ápolnom, mert másóra, hogy fogok kinézni. Mindig amúgy az van, hogy mikor valami rendezvényre megyek, vagy bármi, koszos, hogy tükör. Majd azt is meg kell csinálnom. Ha megyek valami rendezvényre, vagy bármi ilyen cuccra, akkor mindig kipattogok, vagy történik valami. Brrr. Nagyon rossz. Borzalmas nőnek lenni néha. Nem tudom, mennyi az idő, várjatok, megnézem. Puk. Fél négy van. Leadtam a rendelésem anyánál, és kapok kólát. Hú, hál' azért most nem vagyok olyan jól, mert most nem tudom, elkapott valami vírus, vagy valami, és mostanában így hány ingerem van, meg fáj a gyomrom, meg ilyesmi, és így nagyon rossz, és így mellette így nehéz így koncentrálni a dolgokra, és most is így nem vettem jól, és akkor kicsit ledöltem. Aztán most megint tanulok, és hát folytatom a nyelvtanulást, és már csak a magánhangzó képzés van, de hát már csak pár mondat, és azt megtanulom, aztán így ennyi. Közben Marissal így kitárgyáljuk a dolgokat, meg ilyesmi, szóval Marissal amúgy tök jól el szoktam beszélgetni, és lesznek majd közös videóink, és tök jó lesz, meg minden. Szóval nagyon szeretjük egymást, úgyhogy love van Maris. Szóval most tök jól elbeszélgetünk. Mostanában így tök sokat így hangüzizünk, és így szinte csak így toljuk egymásnak a hangüzeneteket, minden, úgyhogy tök jó meg minden. Mit nem meséltem még nektek, ha már itt vagyok? Igen, Play-t! Volt budapesti Play-t, és sokan kérdeztétek, hogy mi történt, mi volt a bajom, meg ilyesmi. Nem volt hatalmas nagy problémám, csak a végére már nagyon így rosszul lettem. Nem voltam jó, hát kimerültem ugye, mert azelőtt is dolgoztam a napokban, meg terveztem, meg csináltam minden cuccot. És azért nem voltam jól. Aztán amúgy nagyon sokan jöttek, szóval így 9-től egészen, nem tudom, 6-ig talán ott ültünk. Persze volt egy órás szünetünk, és akkor elmentünk enni. De tényleg iszonyúan sokan odajöttetek, és ott voltatok, úgyhogy köszönjük. Meg most így, nem tudom, így fura, így vlogolni random, mert még soha nem csináltam ilyet, és ez az első. De hogyha tetszik nektek, meg szeretnétek még ilyen vlog videót, ilyen randomot, egy ilyen napi vlog, akkor nyomjatok egy lájkot nyugodtan, meg írjátok meg kommentbe. Mert tök jó, tök buli, hogy így csak úgy mesélek, és így tulajdonképpen nincs egy konkrét lényege a videónak, hanem csak úgy random, ami van. Úgyhogy ilyen jó volt a Play-t, és hát fogjuk rá, azért volt jobb Play-t is. Most nagyon kimerültem, meg minden. Aztán hamarosan Mind Show, azt nagyon várom, tényleg. Szerintem a Mind Show az jó lesz. Ja igen, van ugye Anett Tancsán új minta. De azt még nem lehet most Mind Show, meg Play-en se ugye nem kaptatok. Ez azért van, mert még nem tudnak lejártani ilyen gyorsan egyik napról a másikra ugye új dolgokat. Ezért most csak rendelni lehet a videós boltnál, ugye megtaláljátok, de ugye ott van a videóink alatt a Netancsában ugye a linkek, szóval ott meg fogjátok találni a dolgokat, meg kicsit szomorú vagyok, hogy nem lesz most kint, de majd későbbi rendezvényeken biztos lesz, úgyhogy ne aggódjatok, addig is rendeljetek csak nyugodtan. Aztán agyaltam, hogy fogok csinálni egy logót Pola Channelre is, egy egyszerű logót, és akkor, hogyha mindenkinek tetszik az a logó, akkor csináltatok belőle pólót, meg ilyesmi, hogyha nektek is tetszik, de úgy gondoltam úgy, hogyha már meg lesz a 100 000 feliratkozó ezen, de mindjárt 60 000-en vagyunk, és ez tök jó, szóval, hogyha meg lesz mondjuk a 100 000, lehet csak akkor fogok csináltatni ruhadarabokat, de azon is agyaltam, hogyha már ilyen 90 körül vagyunk, 80-90 körül, akkor talán csináltatok, mert szerintem jó lesz, nekem tetszene. Az ötlet, meg nem tudom, hogy nektek tetszene, hogyha lenne ilyen pollás logó, póló, bögre, meg ilyesmi. Ez mind ilyen rendezvényekről, meg ilyesmikről van tök durva. Na, szóval én most veszek föl videót Anett és Ancsa csatornára. Videókat, egyszerre többet, aztán majd Anettel is veszek föl videót. Ugye Anett Ancsa csatornára, mert most kell, mert hogy nagyon nem érek rá ezen a héten, mert holnap is futok össze-vissza mindenhova,
ezzel beszélni, azzal lebeszélni dolgokat, ezt csinálni, azt csinálni. Aztán hétvégén se fogok ráérni videózgatni, mert akkor is dolgom lesz, szóval nem tudok a nettel így most ugye videót felvenni. És akkor ugye még a jövő hét is ott van, meg ugye ott van még a májsó, szóval májsó előtt is még fel kell venni dolgokat. Szóval ennyi lett volna ez a kis random vlog. Nekem ilyen egy napom, tulajdonképpen megpróbáltam minél többet felvenni, amit csak tudtam, és beszélgetni veletek. Aztán most felvettem videókat, most fogom megvágni, aztán még veszek föl, szóval sok mindent kell még csinálnom, úgyhogy ha tetszett ez a random vlog, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok föl, és akkor írjátok le kommentbe, hogyha szeretnétek még ilyen videókat, mert akár másról is csinálok ilyen random vlogolást, nem csak így egy napomról, hanem hogy történik bármi olyan dolog. Úgyhogy ja, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!